Devolver. Devolver bizony. The West. A land of opportunity, adventure. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. Play your cards right and coming out here could be the best thing that ever happened to you. Fura ez a hang, srácok. If you can survive, that is. Because here's the thing. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. No matter which side you take, you better watch yourself. Don't get me wrong. Rewards are waiting for those who are brave enough to unveil the mysteries out here in the land of opportunity. But opportunity can come at a pretty high price. Welcome to the Weird West. Erős amúgy az intrója a játéknak. Eléggé. Hát ez tényleg fura nyugat. Nem vicceltek a nevével. Mit kell erről a játékról tudnotok? A Devolver a kiadója. Hát ahogy azt láttátok, Devolveres játékokat nagyon szeretem. Hát ez gyakorlatilag egy... vagy nyugati dark fantasy. Egy felülről nézős ilyen nagyon immerzív szimulátor játék. Nem tudom, mi ez a fogalom, megmondom őszintén. Hát olyan az irányítása, mint a bizonyos RPG játékoknak, vagy legalábbis régebbi RPG-s játékoknak. Mivel RPG, hát nyilván lesznek karakterek, frakciók, területek, és mindezekre hatással lehetsz a döntéseiddel. Azt szeretné egyébként a fejlesztő csapat, hogy egy olyan játékot, illetve olyan játékokat csináljanak, amiben el tud veszni az ember. Hogy így leülsz, és belemélyedsz. És így élvezed. És nem azon kell agyalnod, hogy most akkor írtak-e már Messengeren, vagy mi van már TikTokon. Tehát, hogy így, amiről egyébként egy játéknak szólnia kell. Értitek? Ha jól tudom, 5 epizódos. És az első epizód egy fejvadásszal kezdődik, amivel gyakorlatilag megtanulhatjuk a játéknak az alapjait. Aztán váltunk egy malac emberbe. Nem tudom, hogy ezek a váltások egyébként hogy lesznek, de hogy 5 karakterrel kell játszanunk gyakorlatilag. Szóval a második epizód ilyen malac emberes, ott rá kell jönnünk, hogy mi okozta, a múltba kell kutakodni, felfedni, hogy miért lettünk malac emberek. Aztán a harmadik epizód egy őslakosról, a védelmezőről szól, aki a Wendigo vagy Windigo törzsnek a tagja, és szembesül azzal, hogy jöttek az idegenek, gyakorlatilag a bevándorlók. Vagy hogy lehet ezt szépen mondani? Szóval, hogy van ő az indián, aztán jönnek a beteg, az elborult dolgok, mert a negyedik epizód már, hát ott már egy vérfarkas, egy vérfarkast fogunk irányítani. És éppen ki akarják írtani a csordát, vagy a falkát, igen.
És hát vérfarkasként így kell ténykednünk, hogy megakadályozzuk a kiirtásunkat. És végül az utolsó, az egy szektás gyülekezet lesz. A szektások, a gonosz szektások, de róluk nem mondok többet. Annyit még érdemes egyébként tudnotok, hogy a fejlesztő brigádban vannak emberek, akik korábban a Dishonored-ön dolgoztak. És ez az első ilyen jellegű játékuk, mint amivel most fogok játszani. És kiadtuk a tutoriát, ahogy látom. Hát akkor együtt megnézzük a beállításokat. Ó, tetszik egyébként. Ahogy így... Ez nagyon tetszik. Ezek az effektek. Igen, mindent maxon szeretnék. Jönnek a migránsok, akiket ma amerikainak hívunk. Valami olyasmire gondoltam. A bevándorlók, ja. UI text size, ez így jó lesz, ehhez nem nyúlunk. Most egérbillentyűzettel fogok játszani. Bár lehet érdemes lenne a kontrollert kipróbálni, de... Hát most ehhez van kedvem. Jó. Üdvözlöm mindenkinek, srácok! Aha. Meg fognak minket billogozni. Gondolom én, hogy minket. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy nem tudom. Nem tudom most, ez mi az, amit itt láttunk. Itt valami szektáns gyülekezet volt. És megbillongoztak valakit. Az a valaki, az vajon mi leszünk? Itt vannak a nehézségek. Aha. HP regen. Értem. Fire rate-je very high-on van az enemy-nek. Hát kíváncsi vagyok, hogy itt milyen kombaton. Maradunk a normálon, és kell a tutoriál. A nyelvek közül pedig ezeket lehet választani, ahogy az előbb láttátok a beállításokban is. Az Advanced Settings-hez pedig nem nyúlunk. Used to be you were one of the most feared bounty hunters in all the West. But you gave that up. Buried your irons. No. Traded them for a normal life. Tonight though, that's all gonna change. Destiny's calling. And it ain't taking no for an answer. Nek örülök, hogy van szinkron. Azt hittem végig olvasgatós lesz. Nem vehetitek el a földünket, szörnyetegek! Megölték a gyereket és elvitték a felnőttet. Your son dead in the dirt outside and a burning at your neck like you've been branded with a cattle iron. Na várjál. Tipre, amit most látunk, ez lesz a keretszál, ami a különböző történeteket összeköti, csak mert a háttérben öt kép volt, amiből az egyik vérfarkasos volt, amit mondtál is, hogy az az egyik játszható karakter lesz. Aha. Hú, nagyon fura az egeres irányítás. Tehát... Föl tudom venni a széket. Például. Na mindegy. Jó, maradjunk egérbillentyűzetnél. Éppen azon vaciláltam, hogy akkor kontroll-e legyen-e vagy sem. Tehát le tudunk ülni a székbe. És az vagyok én.
És ott van egy kenyér, amit fel tudunk venni. Jó, itt mindent is lehet lootolni. Akarok-e én mindent lootolni? Nem ír semmit a játék, de már van egy inventorink. Aha. Így van, ez az első epizód. Jane Bell-el vagyok, aki farmer egyébként. Alonzo Bell és Jane Bell. Elvitték a férjemet és a gyerekemet pedig megölték. És ahogy látom, a kutyánkat is meglőtték, és ott van valaki. Ja, az art style az... mint a Tiny Tina. Bár amikor először megláttam, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha Telltale játékkal játszanék. Ő a sheriff. Hallotta a lövéseket. Jó, igen, mondta, hogy megölték a fiunkat, de nem látja a férjünket, Alonzót. És gyorsan kell cselekednünk, mielőtt még kihűlnének a nyomok. Szevasz, Madari. Képzeld, túrós tésztát ettem reggelire. Üdv mindenkinek. Greckel Jail. Van egy Stillwater-i szemetünk a börtönben. Akit ki lehetne faggatni. Jó. Kell nekünk fegyver. Aha, tehát meg kéne keresnünk a fegyverünket. Meg a felszerelésünket. És akkor irány a börtön. És kaptunk egy ilyen hordozható relét, amivel tudunk domálni majd. Portable Relayograph. Na és akkor most kell felszedni. Nem, pirítós ma nem hiszem, hogy lesz. Aha, tehát amikor kapunk egy újabb feladatot, akkor megjelenik majd egy nyíl a térképünkön, illetve bal felül a feladat. Amúgy jól fut a játék, nincs szükségünk a kocka számokra jobb fölülre. Tehát ahhoz, hogy elássuk egyébként Avát, a fura farkast, ahhoz kellene ásó. Van benne husi, azt elvesszük. Nyers husi. És a gyerekünkben mi van? A Teddy Macia. Azt elvesszük. Ú, és itt van tojás. Meg tollak. Aha, és csont van. A kutya házában, amivel sebezni lehet. Wooden horse. Amúgy nagyon tetszenek az ilyen átmenetek, meg ezek az animációk. Nagyon jó. Tessék. Még a budiba is le lehet ülni. Na itt az ásó. Úgyhogy meg a pitchfork is. Most már tudunk kiásni ezeket. Kincseket. Jó, és akkor... Zsír. Ide hátulra el tudtuk temetni a gyerkőcünket. Amúgy ez egy elég erős indítás. Nem gondoljátok, srácok? Oké, itt tudunk majd gyakorolni. Szerintem ez lesz gyakorlós rész. A fegyverünkkel. Így van. Dusty Parcel. Így van. Ezek a régi cuccaink, az életünk, amiket magunk mögött hagy.
hagytunk. Unforgiven. És ha jól tudom, Game Pass-be is egyből benne lesz. Ezt nem tudom pontosan, srácok. Ha van erről infótok, nyugodtan mondhatjátok. Uff! És megy a reload. Déván benne lesz, tök jó. Köszi, köszi az infót, srácok. Oké. Ha elértünk egy terület szélére, akkor meg tudjuk nyomni az E-t, és akkor előjön a travel map. Kártyapakli. Nagyon király egyébként. A UI nagyon fullos, srácok. Nagyon-nagyon tetszik. Igen, ott van a farmunk, és akkor megyünk Grekkelbe. Ez 3 órát vesz igénybe. A kojotákkal encountereltünk. Megtámadtak minket. Szia Inkvi, szia Sasu, szia Dumomano, szia Sensei. Oda néz! Ha? Wow! Jó, gyorsan tudsz szerencsére tárazni. 48 hely van az inventoringban. És rengeteg húsi szerencsére. Ja, elég király a harc. Na. Dr. Long's Antivenom. Fork. Junk item. Junk itemet el lehet adni a General Store-ba. Jó. Tehát, ha gyűjtjük a szemetet, akkor lesz sok pénzünk. Előbb-utóbb. Oké. Okay. Kell a kés is. Ja, jó volt a muzsika alatta. Pistol slag. Suitcase. Így van, a nyers dolgokat meg tudjuk sütni. Kírja, hogy melyik mennyibe kerül egyébként. Melyik cuccos mennyibe kerül. Na, azt mondja, hogy steaket tudunk csinálni. 20 HP. Na, tessék, azt mondja, hogy nem tudunk, nem tudjuk átsütni a, tehát nem tudjuk megsütni a húsit, mert hogy max HP-nk van. Rálőttem a madára, de látjátok, nem történt semmi. Szevasz, maci fiú. Ja, jönnek a kesejük, ki akartam őket, tehát meg akartam őket ölni. Inni lehet a kaktuszból, wow. Hát nem tudom, lehet dodzsolni is például a shift-tel. Szerintem ez a plac amúgy ennyi. Eddig jók vagyunk. A késre rá tudunk váltani. Hoppá. Aha. Ha elfogyna egyébként a... kifogyna a lőszerem, akkor tudunk késelni is. Szerintem amúgy itt nagyon nem lesz más, úgyhogy menjünk tovább. Merre kell tovább menni? Lehet ugrani is, srácok. Van ugrás is, szevasznesk. Például fel tudtam volna ugrani egyébként a sziklákra.
beütött az autószév. Na, milyen mangának van vége, Coolers? Szia, Vicsi. Na, Crackle, vagy Grackle. Folks hollering. Death and dirt. Ajaj. Tehát én most loptam. De hát egy hullából volt. A hulla az már nem él, az már nem számít lopásnak, srácok, nem? Ha tehát ellopunk valakitől valamit, akkor azok a cuccok pirossal lesznek megjelölve. A tulajdonos pedig látni fogja, hogy loptunk, és így a reputációnkon csorba esik. Oh, shit. Ki volt az? Hát jó, de dollárt loptunk, az meg nem számít. Jó. Hát ez nem számít, srácok. Jó, ez meg egy kutya, tehát a kutyától meg nem lehet lopni. Így van. Értitek? Ez ingyen loot. Tessék. Ez most egy... Oké, tehát hogy ő ott egy élő személy volt valamikor, akkor ez most lopásnak számít? Nem tudom, nem jelzi. A pénzen nem látszódik, hogy lopott, srácok. Jó, mondjuk nem tudom, hogy hol látszódik. Mivel most valószínűleg nincs semmi reputáció, így nem tudok, mindegy. Ajaj, szerintem, hogyha megülöm ezt a lovat, az eléggé lopásnak számít. Úgyhogy megsimogatjuk. Nem lehet megsimogatni? Jó, hát ilyet nem ülünk fel más lovára. Mondjuk biztos vicces lenne. De már így kezdeni, értitek? Copper nugget! Tessék. Pickaxel lehet copper, silvert meg goldot ásni. És akkor ezek kellenek ahhoz, hogy fejlesszük a fegyverünket. Wow. Gamer Line című animét. Nem ismerem. Nem ismertem eddig, Coolers. Mit ér? Kaktusz. Hullarablásnak hívják, és a háború törvénye bünteti. Hát, reméljük, hogy itt nem volt még ilyen törvény. Mit lehet csinálni a lámpással? Kikapcsoljuk. Oké, ezeket meg már lootoltuk. Itt vannak valakik az ajtón túl, de nem hiszem, hogy ők most be akarnának engedni. Itt. Betörhetetlen ajtó, szerencsére kinyitni ki tudtam. Na az igen, még nyilak is vannak. És ez micsoda? Flashbang? Parancsolsz? Srácok, tudtátok, hogy a vadnyugaton volt flashbang? Azért megnéztem, üres kabinet. Igen, Gera észlelte, hogy én fölvettem a régi fejvadász cuccaimat. Shotgun shell. Szögek. Ja, lehet gurulni, tiszta Eldarin copy. Sör, kártya. Jó. Ki lehet-e menni elől? Ki? És mi van itt a szekéren? Oh, very big. Oké. Okay. Janet Padilla. Bandage-en lehetne revive-olni őt. Oda néz. Bab. A doktor úr táskája üres. Ott a bandage. Oda néz. De amúgy nézem közelről, hát ahogy jobban látjátok? Lehet. Scottnál volt egy kis whisky, de szerintem már nem kell neki. Látjátok, ez nem lopott. Ez nem lopott. Határozottan nem lopott, srácok. Ez a ló, ez valaki? Hát úgy néz ki, hogy ez valaki.
Jó van, akkor Undertaker. Ó, hát kis kalapács. Jó, ennél a lónál is volt nyers húsi. De vajon kinek a nyers húsiját vitte? Ha? Jó, ez határozottan lopás, látjátok? Ott van. Egy ilyen jel van rajta, tehát ez lopás. Tehát nem lophatom el a párnáját, ott alszik egyébként. Lehet lopakodni is. A vizes köcsögét kivettem. Szia, hello! Elfújtuk a gyertyáját, hallottátok így, hogy hú. Inkpen. És lehet pickpocketelni. Gerald Price. Beszélni nem lehet vele, pickpocketelni meg nem akarom. Hello! Nedves lett a ló, igen. Pillanat, srácok, mindenkit szét akarok lootolni már így az elején. Guns. Ah, értem. Tehát azért volt shotgun shell. Hát elég üres ez a lőszeres rész. A bank. A banknak az ajtaja reinforcolva van, és olyan, mint hogyha ilyen, izé, hullát vittek volna be. Nagyon furák a hangok. Elástuk itt a hullát. Szávaszgép. Post office. És ez egy üres leveles láda. Ez az ajtó, ez szintén nem nyitható. Itt lesz a questünk. Hui, ciao, Wang! Alapácsa, nem el lehet leszedni a blokkolt ajtókat? De hát figyelj, megnézhetjük. Amúgy. Nem. Ez mini fegyvernek számít a kalapás. Jane. Szői Cynthia. Az ő férje, Brian, a kovács, és a Steamwater-iek elvitték. Sikítozott férfiasan a férje, és hát ő meg nem tudott semmit se csinálni. Sajnálom. Jól látom, hogy rajtad van a fejvadász cuccos. Nem gondolta, hogy eljön ez a nap egyszer. Utánuk megyek? Hát hogy nem. Ja, és elmondtuk neki, hogy elvitték a mi férjünket is. Így van. Jó. Mindig is egy jó asszony voltál, azt mondja Cynthia. Köszönöm szépen. Jó. Öt napunk van arra, hogy megkeressük a kovácsot, srácok. Nem tudom, hogy itt most például telik az idő, vagy csak azzal telik, hogyha utazunk. Szia, Shadow Thread. Milyenek találom? Most kezdtünk el játszani velem. Adjad a lootot. Itt minden királyságos szerencsére, Gabe. Köszi a kérdést. Szerintem a post office zárva van. Ja. Oké, oda meg nem tudunk bemenni. Sheriff office. És van valami a leveles ládájukban? Nincs. The Western Gazette. Június 2-ai. És olvasni való. Hoppá, kijöntöttem a vizes... Hoppá, hoppácska. Ez itt mindegyik pirossal van jelezve, tehát lophatnék. Kutya.
Aha, tehát, hogy a börtönbe levő csávó beszélt hozzánk. Igen. Nem fog nekünk semmit sem mondani a Stillwater-i csávó. Kedvesen kérjünk tőle információt. Break his pinky. Ez mit jelent, srácok? Ez jól hangzik. Mit jelent az a pinky? Break his pinky. Mit gondoltak, srácok? Tehát az, hogy megfenyegetjük, hogy odaadjuk a dühös lakóknak ott kint, az szerintem semmi. Kis ujja? Hogy már, akkor mehet a kis ujjtörés. Megőrültél, te különleges néni, nem mondok neked semmit. Meg kell, hogy öljél. Jó, gyűrűs új. Köszi, srácok. A helpet a kis ujjal kapcsolatban. Rendben, rendben, van egy új főnökünk, Shelby Cross. Jó, eltöltük két ujját. Ő nem egy ember, ő egy szirén. Embereket eszik. Évek óta próbálja lenyomozni a sheriffünk. Oké. Okay. Megkérdezte tőle a sheriff, hogy hova vitték Jane-nek a férjét, úgyhogy most eltörjük a trigger fingerjét is. Az a mutató új, nem? Gondolom én. Tehát három törött új, és meg is van az információnk. Milyen agresszor vagyok. Hát itt így kell viselkedni. Banditákkal eltöröd az ujját, az rögtön okos lesz. Nem. Kedvesen, egy banditától mit akarunk kedveskedni? Tehát, hogy így értitek. Northwestre vitték. 5 órával ezelőtt. Ha jól értem. A nyom forró, nincs idő, nincs vesztegetni való idő. Ja. Mehetünk. It's sirens who took your husband. Flesh eaters. Már csak 4 napunk van megtalálni a kovácsot. Van nyugaton, nincs kegyelem. Hát így van, srácok. Banditát, ezért nem kedveskedünk banditákkal. Ők se fognak kedveskedni velünk. Na, 3 óra, amíg oda megyünk a táborhoz. Egy karaván, elixirek, amulettek, egyéb sötét dolgok jöhet. Lenne a vad nyugaton, nincsenek hegyelem. Tehát akkor ebben a gameben erős női karakterek vannak, gyenge férfiak és sziréne, és a szirének hímneműek. Eddig igen, eddig ezt tudtuk meg, Inkvi, igen, igen. Na. Mit tudunk lopni? Ez egy fontos kérdés. Jó, hát sütögetni nem akarok semmit. Tehát egy lovat lehetne lopni például. Jó, én úgy látom, hogy itt a karavánostól nem nagyon lehet. Inni lehetsz, de hogy így ennyi. Így van, mert a kereskedés. El tudjuk adni az antivenomos potionünket. Nem akartam, de most már eladtuk. 5 dollár és 5 dollár, én meg 20-ért árulja. A relikviát akartam megnézni, hogy micsoda. Ősi lényről lett leszedve. Érdekes. Tornádós relikvia. A többiek
Így van. Többiek nem mondanak semmi izgit. És lehet piklokkolni is, hát nyilván azt nem fogják jó szemmel nézni. De megnéztük, hogy piklokkolni is lehet. Ez a tábor arra volt jó, hogy rájöjjünk, hogy... nincs pénzem semmire. Ja, hát itt nincs semmi. Srácok, itt semmi nincs az égvilágon. Mehetünk tovább. Ez mit a Weird West? Hát, az elején kiderül Dumamanu, hogy eléggé fura. Tehát, hogy eléggé fura ez a vadnyugat. Ez nem a klasszikus vadnyugat, hanem ez ilyen nagyon fura. Okkultisták, vérfarkasok, billogozó szektások. Bocsi, a tegnapi spoiler, nem gondoltam, hogy most nem szabad segíteni, valószínűleg lemaradtam arról, hogy most ne segítsetek, eddig nem volt gond, hogyha segítettem, de már lejárt a banán. Szóval az helyzet, benne van a szabályzatban, hogy nem lehet segíteni, csak akkor, hogyha kérem. Tehát, hogy így ne segítsetek, hogyha csak nem kérem, értetek? Semmi gond egyébként, bárkivel megesed. Szerintem nem sikerült az ugrás. Rájfül, olyan rájfült kell szereznünk. Amúgy most már látom, tehát akkor így kellett volna ugrani? Igen. Így van, Zakika jól mondja, én azért estem le, mert ott volt a loot. Így van, ki lehet ütni az ellenséget, hogyha éppen... ha éppen guggolva vagyunk. Oké. És el is lehet rejteni a hullát. Az igen, milyen fegyver, 12-es tár U fegyver. El lehet adni. Akarjuk. Aha. És szét is lehet szedni. A fegyverünket szétszedhetjük. És amót csinálhatunk belőle. Desperados, Commandos játékok is lehetek. A Commandosszal sokat játszottam informatika órákon pendrive-ról. De most nekem erről így hirtelen a Robin Hood jut eszembe. A Legends of Sherwood. Így van, el lehet bújni a magas fűbe. És akkor nem vesznek észre. Ohó, micsoda jönszemet találtál. Holnap fog megjelenni, srácok. Azt mondja, hogy kérdőjel. Ezzel mit lehet csinálni? Kaktusz. Jaj, a Robin Hood is egy kommandószerű játék. Aha. Most lesz a jó. Ott egy rifle. Tehát ez a nokkolás, ez nekem... Ez engem arra emlékeztet. Bár szerintem kommandoszokkal is tényleg rengeteget játszottam, csak teljesen kiesik valamiért. Switching weapons, igen, van weapon wheelünk az altal. Na nézzük. Ez azt nézzétek, hát konkrétan a teljes képernyőn át tudok vele lőni. Lehet használni covert is. Igen.
Így van. Ó, oh, basszus, nem tudtam elolvasni, de semmi gond. Na nézzük. Azt mondja ott az egyik, hogy kérdőjel. Ezeket nem tudjuk eldobni? Dehogy nem, hogy ne tudnám eldobni. Ennyi volt. Ezt hogy tudom eldobni? Hú, de furán viszi. Ah, basszus. A mi a fene? Hát, srácok, eddig az a helyzet, most ezt nem tudom, hogy lehet jól megoldani. Ezt a fájtot. Hát, szarul oldottuk meg szerintem. De végül is meghalt. Meghaltak. Nem tudom... miért lehet fontos a hullák elültetés? Eltemetése, de csináljuk. Hogy kitették oda a kaját? Na, mehet a steak. Hát, tehát ez gyakorlatilag ennyi. A kajálás, hogy vannak nálunk nyers dolgok, amiket meg tudunk sütni, és akkor jó lesz. Azért kell elültetni az ellenséget, hogy kivirágozzanak. Az igen, hogy felmentek amúgy ide. Jól csinálta. Kiment a képernyőből. Mondom, ez a pálya még lineáris, azt később rejteni kell őket, ha kinyílik. Aha, nedves lett a karakterem, ott van a feje fölött a status effect. Ó, pedig a kalapját azt elvittem volna. Mennyi helyen van? Aha, lassan megleszünk, srácok. Ó, bandage. Olajos lámpa, dinamit. Például dinamitot is most már fogok tudni dobni az enemire. Aha, és simán, ha megnyomjuk az altot, akkor a kaktusszal is hílelődhettem volna. Simán, hogyha megnyomjuk az altot, akkor az előző fegyverre vált. Aha, ezek meg a sírok. Srácok, kiássuk a sírokat is, most már tudom, hogy mit jelentenek ezek a kőrakások. Hol is láttam még ilyet? Ja, van loot. Tongs. Dinamit. Ez is még így dinamit volt, skacok. Láttam még valahol sírt. Nézd. Ja, azt én csináltam. Akkor mindegy. Szerusz, Thomas. Ott jobb fönt pont takarom, várjatok, akkor átcsusszanunk ide. Hát így is takarom. Mindenhol takarom a játékot, de talán itt nem annyira. Jó fölül ott a térkép, azt azért jó, hogyha látjátok. Szevasz Norbi, szia Szofi, üdv mindenkinek, srácok. Aha, elfötte lesz quick save. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Nyomtam is egy quick save-et. Használjam a környezetet. Tehát azt mondja a játék, hogy dobjam a...
az olajos lámpát a fűbe, és akkor felgyújtom őket. Az helyzet, az olajos lámpa az már nem működik. Szerintem, mert hogy kikapcsoltam. Vagy szerintetek jó lesz? Igen, tehát hogy ez így már nem ég. Szerintem répentyű. Kellett nekem kikapcsolni, megnyomkodni mindent. Semmi gond, a dinamitot most kipróbáljuk. Azt mondta, hogy dobd el, hanem lőd ki azt, ami mellettük van. Ja, igen? Lehet, akkor figyelmesebben kellett volna olvasni. Ó! Soti! Jó, és most fogunk betelni. Ez a dinamit is jó volt, srácok. Jaj, és eltört az ásom. Így van, ha eltörik, akkor kell találni egy újat. Aha. Elég komoly. Ha látjátok egyébként, itt gyakorlatilag a hullák cafatokra estek. Elég durva. Hullas inventory. El is dobhatunk cuccokat, igen. Shop, safe, bank, oké. Sajnos ott még nem tartunk, és hogyha fullon vagyunk, akkor föl se tudjuk venni a legtöbb dolgot. Na. Eljött a pillanat. Ott a shoti. Az elfoglalta ugye a helyét. Tehát... az 25-öt ér. Mennyit érnek a fegyverek? Van egy olyan All Blue, úgy hívják a puskánkat, ami pont a kezünkbe való. Ezek a revolverek. Igazából annyiba durvábbak, hogy többet lehet beléjük rakni. Jó. Scrap. Igen, jól csináltam. Scrap. Aha, tehát lőszerért scrappelünk. Copper nugátért lehet upgrade-elni. De nem tudom, hogy a miénket lehet a például. Megyünk lockpick. Jó, ezeket szétszedjük. Lőszerért cserélben. Long range, attack rate, meg average. A bolt action-es nekünk jó lesz. Ez meg ugyanaz. Jó, a melee fegyvereket meg nem lehet szétszedni. Amúgy van még egy ásunk szerencsére. Nincs baj. Lesz még egy íjunk is. Ja, a skuló is van. Itt egy relikvia, ami 250-ér árultak. New class, weapon ability. Halló? Ja, amúgy ezt meg se néztük. Ezek itt mik. De tudunk rúgni. Nem, meg tudnám tanulni a rúgást a relikviáért cserében. Sharp mine. Tehát, hogy tudok letenni csapdát. De nézd meg milyen izé, suicide amúgy a csajszi. Várjatok. Tehát hogy azt csinálja, hogy beszalad az enemy közé, azt oda leteszi az aknát. Normális amúgy. Mi van még itt? Charm. 8 szekig az ellenségek körülöttem a barátaim lesznek.
Quick Thinker, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 6 szekig lelassul az idő. Revolver Ability. Tehát a következő lövésem kilövi az összes golyót a táramból. És kombinálja a sebzést egyetlen egy halálos se. Wow. Szia Free. Szevasz Golden Samurai, üdv mindenkinek. Shotgun Ability. High Noon. Wow. Hát ez elég király. A High Noon gyakorlatilag automatikusan lő minden egyes célpontra, aki így a lőtávolon belül van. McCree, vagy nem is tudom, hogy hívták az Overwatch-ba. Lightning Rounds, wow. Rapid Reload. Most így ezeket nézem, de így nem érzem azt, hogy ez most így nagyon jó lenne. Your next shot is silent. Aha, 200%-os sebzés. Na, ez viszont tetszik a Rifle Ability-nél. A szeme közé garantált Crit Armor Protection ignorálás. Na, ez tetszik. A Rifle Ability-k tetszenek. Explosív sem, mondjuk ez se rossz. Bow Ability. 10 szekig gyorsabban tudunk lőni. Armor Protection, Bleed okozás, Splash Arrow. Wow. Ambush Arrow. Stunolja a targetet. Charge, Melee Ability. Na, tehát akkor menjünk erre a Sentry Silencerre. Kíváncsi vagyok, hogy ezt például majd hogy lehet használni. Örkök. Barács, minden oké? Okay? Azt mondtam, hogy pörkök, azt idejött Kalács. Jó, ide büdös vagy, most voltál WC-n, mi? Mész is innen? Fú, de büdös vagy, Kalács. Azt a rat. Jól megszivatott. Locksmith, Scrounger, Golden Ace of Spades. The Golden Ace of Spades kell ahhoz, hogy pörköket tudjunk fejleszteni. High Jumper. Gyorsabb aimerés. Amúgy ezek tök jók, ezek a pörkök. Na, objektív. Ezek azok a küldik, amiket kaptunk itt a térképünk. A dokumentumok, meg ilyen olvasnivaló, akármik. Jó. Weapon Ability, 1, 2, 3, 4. Amikor aimelek, el kell nyomni, és akkor elhasználja az Action Pointot. Ami ott van jobb oldalt, az a lila. Betárasztuk. Na srácok, figyeljetek. Ez gond amúgy. De hogy? Ha
A szemetek. A szemetek. Hogy vettek észre? De komolyan. Francba. Azt hittem, hogy meg fog minket védeni, srácok. Ó, ez ilyen olajos lett. Mitől lett ilyen olajos ez a rész? Valamit szétlőttünk szerintetek? Francba. Igen, kaptunk egy olyan fegyvert, mint ami nekünk is van, ahogy látom. Sharpst Quick Iron. Jó. Így van, ez gyakorlatilag ugyanaz. Ja, meg ott jelzi is jobb oldalt az értékek mellett, hogy melyik mivel tud kevesebbet többet. Ja, eltemetem őket, igen. Biztos, hogy lesz valami jelentősége. Sotit is ki kéne például próbálnunk. Visszatöltődött az AP, de nem tudom, hogy mitől. Ja, szóval eltemettem őket, meg ki tudja, hogy mi történhet. Á, értem. Értem. Mondjuk nyilván nem a rifle-önkkel kellett volna ezt kipróbálni, de attól még wow. Olvastam olyat a game-ről, hogy minden döntésednek később következménye lesznek, meg úgy megy a game tovább. Aha, igen, igen. Ezt én is olvastam. Lehet pihenni, ami szintén nem tudom, hogy mire jó. Meg a leülés se tudom, hogy mire jó. Aha. Ki kell használni a kaktuszokat, srácok. Van itt dinamit, lockpick, picklock. Simple deerhide vest, lightning resistance, protection, vajú, és ebből nincsen. Deer leatherből lehet fejleszteni. Nem állítja meg a lövedéket, de megmenteti az életedet. Nice. A dagger és a bone shopból lehet venni veszteket. A trapper campekbe pedig még jobbakat. Na, aha, és itt most már rajtunk is van. Van még amuletre is lehetőség. Szuper. És ez látszódik amúgy a karakteren? Szerintetek? Én nem látok semmit. De én elhiszem, hogyha ez látszódik. Még egy lockpick. Van még valahol loot szerintetek? Én nem látok semmit. Hát mondjuk a tábortüzet kéne használni. Igen, igen. Kedves bőr, így kell neki kiírni a levelet. Dodge Leap. Wow! És amúgy ez is action pointot használ fel. Blokkolta. Jó, hát akkor azt nem blokkolod. Srácok, nagy a baj.
Jó, amúgy valószínűleg át kéne váltanom ilyenkor a revolverre. Nimp head. Na, tehát ezért weird amúgy a játék, mert hogy vannak ilyen nimpek például. Nála is volt ruha. Basszus, és most ijatom újra a kaktuszokból a levet. Ijatom újra a kaktusz levet. Nem találtam el a TNT és ordót. Fura. Jó sok dolog van nálam. Spotoltunk lábnyomokat. Oda néz. Molót. Találtunk molót, srácok. Adja. Itt meg lehet inni. Nem lehet többet inni. Meginvestigáljuk itt a lábnyomokat. Clean bootsteps. Stillwaters weren't too careful covering their tracks. Path's clear. Ó, nem akartam elindulni, de semmi gond, így is jó. Jó néz ki a térkép is. Something don't feel right. Hairs on your neck wake up. Danger's close. Eltemetjük a kozsót. Stillwater-i Ranger. Szerintem itt most már bestiákkal is fogunk, fenevadakkal is fogunk találkozni. Valószínűleg amúgy a temetés, ez nagyon jó volt. Valószínűleg a temetés egyébként Cluster Dynamite. A keselyük ellen kell. A titokzatos gyermek. A titokzatos lány tud nekünk segíteni abba, hogy hol lehet a szerelmünk, úgymond. Nagyon fura ez a csajszi. Miért szenved? Meg hogy miért mondta azt, hogy a test... A testemre. A testünk csak egy csapda. Jajaj. Törjük el a titokzatos lenyúját is. Hát megkérdeztük tőle, hogy miért szenved a csajszi. Ó, majd meg fogod érteni. Idővel. Oké. Okay. Oké. Okay. Ó, oh, loot! Azt adta a játék, hogy itt is van loot. Kozsó. Ne, vissza! Mindegy most már mi. Elkezdtük az utazást.
Igen. És azt mondta nekünk a játék, hogy lábnyomokat kell keresnünk. Dust to dust. Ott van. Három napunk van megkeresni a kovácstot. That girl. Something mighty off about her. A look in her eye, dead as river stone. Well, at least she pointed you in the right direction. Beggars can't be choosers. 9 óra az út oda. Greenwood Run, ahova megyünk. Aha, ő a szirén. Aki középen áll. Olyan gyorsan megy a szöveg. Jó, van, Vicsi, köszi szépen, hogy itt voltál. Jézusom! Na hát ezért szirén. Még kérdés, hogy miért ez a játéknak a címe, srácok? Smells all wrong here. Sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Így van, reméljük, hogy a férjünket nem ették még meg. Burn the bodies. Sötét lett. Amúgy nekem kicsit fura ez a női főhős férfi narrátor, értem én, hogy nem a karaktered narrálja a dolgot. Meg badass cowboy hang van, de kicsit fura. Ja. Nekem is. Itt be tudunk jönni. Kalapács és szögek. Ezt most úgy kéne megcsinálni, hogy nem húzunk be mindenkit. Nem tudjuk felvenni ezt a sok lootot. Hát akkor valamiket ki kell dobni. Nincs mese. Ki kell dobni mondjuk mit tudom én. Mit lehet kidobni. Találtunk egy nagyobb protection-nel rendelkező vestet. Igaz, hogy nincsen lightning resistance, de az nem baj. A házassági gyűrünket nem dobjuk ki. De tojás, tojás az mehet. Ja, és akkor így lesz helyünk, meg a kukorica is mehet. Srácok, gond van. Mitől lehetünk gyanúsak, szerintetek? Hatodik érzék elixír. Hol a lámpa fényben elég gyanús. Igen, csak hogy a falon túl volt.
Ezért nem értettem annyira a dolgot. A junk dolgok, aha igen, a junk dolgokat ki kéne dobnunk. Lehet rendezni, hogy a legértéktelenebb legyen elő vajon. H-val. Hát nem. Nyolc, 12. Jó. Meg mehet, ez is mehet. Iron Slag. Jó. És már nem tudom őket elásni sajnos. Az gond. Pillanat, srácok. Csak lemerült a füles, és cserélnem kellett. Ó, Inquite, akkor rá gondoltál? Itt három hulla van. Elterelés lehet-e okozni? Szerintem lehet. Ja nem, ez a hulla ezt megölte a szirén, a főnök. Hát olyan elterelés lehet okozni, hogy lehet dobálni a dolgokat, ahogy én azt észrevettem. Poisonous hordó. Így kell lopakodni? Kapta a Caroline. Megöltünk egy kapitányt. Jó, hát... Ezt
nem úgy csináltuk, ahogy kellett volna, ha esetleg ez nem lenne nyilvánvaló, de meghaltak. Mert professzionális lövöldöző vagyok, és elképesztem béna lopakodom. Szerinted tökéletes volt? Jó, van. Hát egy macsetténk. Csak tudjuk elvinni ezt a sok lootot egyébként. Minek ástam el ennyi hullát? Kincset mivel? A kincset mivel fogom kiásni? Mindent lootolunk, amit csak lehet. Francba. Problémám van itt az inventory rendezéssel. Srácok. Aha, azt mondja a játék, hogy be lehet menni az ablakokon. Már annyi helyünk sincs, hogy felvegyünk egy fegyvert? Ez gond. Én ki kell dobni a szemetet. Azt kell kidobni, amiből kevés van. Ja. Pitchfork long range. Jó, törött társokat is kidobjuk. Na. Oké, és... itt van egy rab. Ő a kovács, nézzétek csak. Brian Wright. Greg-kel be újra találkozni fogunk. Szintén már biztos halálra aggódta magát. Oké. Okay. Tök király. Ezt itt be tudtuk gyújtani. Na nézzük, milyen ez a... az ablakon beugrás. Január 3-ai újság. Még egy cellakulcs. Sarkantyú. Kés is van itt. Trapdoor. Azt nézzétek. Srácok, én most ki akarok valamit próbálni. Az olajos lámpát szeretném. Nagyon furán cipeli. Srácok, nem így kell csinálni. Ha ez kérdés lett volna.
whisky, lőszer, kártya. Legalább elégettük egyébként a csávót. De hogy ez más, nem volt jó, az is biztos. Reinforced door. Mi van itt? Bone. Kaja. Jó. Lehet-e növelni az inventory-t? Nem hiszem. Reinforced door, tehát ezek egyébként robbanószerrel vagy lockpickkel nyithatók. Ja nem, a reinforced, így van. Reinforced door az dinamita nyitható, vagy lockpickkel, ahogy látom. Illetve van, amit a dinamit se képes kinyitni, ahhoz kell kulcs vagy picklock. Oké. Okay. Loot. Oda nézzetek, egy amulett. És egy relikvia, a relikvia, abból pedig tudunk új képességre szert tenni. Akarunk-e új képességet? Hát ez a Fend the Hammer, ez nem érdekel. Úgyhogy gyűjtünk. Itt van Kuon He, aki valószínűleg meghalt. És van még egy amulettünk. Kettő amulettet már szereztünk, de miért nincs berakva egyik sem? Plusz damage-et nyomunk, hogyha magasan van a reputációnk, ez az egyik, a másik pedig... Ha a szeles idő van, akkor a fire rate-ünk megnő. Jó. Megérte, megérte ide jönni, srácok. Amúgy tényleg. Mivel volt kulcsunk, ezért a reinforced ajtót is ki tudtuk nyitni. F-fel lehet poison barrel-t rárugni az enemire. Mit ír amúgy ide? Ez egy blokkolt ajtó, ezzel nem tudok mit csinálni. Viszont itt tudni fogok mit csinálni. Benne voltam a területébe és kaptam én is a sebzést, de ez vicces volt látni. Ide is rakták. Nuboknak bandage. Elnyomom amúgy. Ah, és most már nyitható az ajtó. Na. Volt nála körte. Patkó. Hát a patkó már nem fér el. Itt van még egy hulla. Jó. Mit csinált? Most ez mit csinál? Rossz gombot nyomtam volna. Gével droppoltam. Bocsánat, nyomkodom itt össze-vissza a gombokat. Na. Betyár kört, nem tudom milyen körte lehetett, de hogy így a tűzbe így túléltem. Vannak nagyobb ellenségek.
Tehát, hogyha megölöm a boss-t menet közben, akkor az emberei elmenekülhetnek például. Illetve ezek azok a jelölések, amik mutatják azt, hogy ki milyen erős. Én ezt nem jegyeztem meg. Ti megjegyeztétek? Nem történt itt semmi. Te ott sejtesz valamit? Az helyzet nagyon jó pozíja van. Nehogy egy dinamitot oda dobjak véletlenül. Elfelejtettek közben, hogy harc van. Ez jó. Hihi! Lee López, ő volt a főnök. És ezzel mit lehetett volna csinálni? Értem. Az helyzet neki se volt jobb fegyvere. Szevasz, Kizu. Azt hinné az ember, hogy legalább a főnöknél valami jó cucc van, azt nem. A sima banditánál több érdekesség volt. Ragasztó. A lockpick az mondjuk jól jött. Én kidobhatom a szemetet. Kéne már egy vendor, vagy nem kéne ennyit lootolnom. Jó, kuka, kuka. Sarkantyú, az is kuka. Jó van, kidobunk mindent. Részek tudok lenni a piától. Wow, és perk upgrade. Azt nézzétek. Na, perk! 25% eséllyel megvéd egy lockpicket. 10%-kal több arany, 5%-kal olcsóbbak a boltban a cuccok, illetve a szolgáltatások árai. Oké. Okay. Mi helyzet, Kizu? Dodge leap közben increased fire rate, reload speed. %25-kal több damage a figyelmetlen enemikre, akik nem vettek még észre. Quick start 10% speed googolás közben. Gyorsabb mozgás, célzás közben. Az a gond, ez nem hat a kis pisztolyra. Pörki. Pörki lettem. Na nézzük. Na, mondom, nézzük. Úgy. Ez az, burn. Na. Ann Morgan, te vagy az, Jean? Így van, Ann felfedezte, hogy ők, hogy itt a népek megeszik egymást. Hogy kerültél ide?
Igen, valaki bekopogtatott. Igen. És leütötték. És elhozták. Jó. Alonzóról mit tudsz? Mindjárt srácok, mindjárt segítünk rajta. Copper Sharps Quick Iron. Na végre egy jobb fegyver, srácok. Végre egy jobb fegyver. Aha, az a helyzet, a 8 dollárosokat nem kéne elhozni. És nincsen 5 lockpickunk a széfhez. Basszus. Ó, basszus. Allergiás lett a cicus. Ó, sajnálom. Na most már van 5 lockpickünk. Azt mondta a Chelsea, hogy ő látta a kombinációját a széfnek. De most nem értem, oda rakták a férjünket, vagy most mi van. 0-4-5-1. Aha, tehát nem ott van a férjünk, ott csak cuccok vannak, amik segíthetnek nekünk. 0-4-5-1. Friends for life. Tehát ha segítünk népeknek itt a Weird Westbe, akkor elnyerhetjük a bizalmunkat. Na, hagyjad a lootot. Reputáció 20-as, azt nézzétek. Mert kiszabadítottam a prisonert. Enkriptált reliogram. Rajta van a férjünk neve is, meg 50 gold. Oké, mehetünk tovább. Tehát info a férjünkről. Hoppá! Hoppácska! Cigarettó. Bandage. Ez jól jön. Ezek kellenek. Írt nekünk a sheriff. De jó! Stealing horse. Jó, még kombat közben is tudunk lovat lopni. Hát csak nagy a baj. Kiértjük őket, jó? Mert kemények vagyunk. Erre a fenének az a hulla. Az igen, még aranyóra is volt, mármint a zsebóra. Jó világ. Na. Újabb területeket tudunk felfedezni. Secondary location-ok váltak elérhetővé.
Azt nézem, hogy mindenféleképpen haza kell mennünk. Így van, hazaért a Blacksmith. Merchantok. Jöhetnek a merchantok? Megnézzük, hogy ők mit tudnak. Most már van pénzünk. Így van, és eddig segítettek a lovak. Ha veszünk sajátot, akkor az lojális lesz, és velünk marad a kalandunk során. Aha, tehát Kullers kérdésére a válasz, hogy lehet-e bővíteni az inventorit? Lehet, úgyhogy ha veszünk lovat. Kelgyó. Srácok, van itt kelgyó. Skimming toolbaggel valószínűleg meg lehetne nyúzni. Pont. El lehet temetni, illetve skinningelni. Hát nincsen skinning toolbagem. De a husi... hát még a husiát se tudom kivenni. Szevasz, McRae. Aha, tehát látjátok, ez jobb. És többe is kerül, és silverbe kerül a fejlesztése. Az old blue-t azt nem adjuk el. Ding! Aha. Sell all junk. Tessék. 188 pénzem lett, 24-be kerül egy bandage. A lockpickeket tudok tőle venni. De ami amúgy jól hangzik. Jó, a reputációm, azt mondják itt a fiúk. 2% kedvezmény van, gondolom, a reputációm miatt, így van. És nála is ugyanennyit lehet venni, ugyanezeket a dolgokat. Megsimogattam a lovat. Olyan skinning túl jól jönne. Na, 44-et sebez most már a pisztolyunk. Jó, félám. Opecska, ezt ilyet nem akartam. Azzal akarunk menni. Minden királyságos McRae. Szerencsére. Vártam már, hogy tudjak játszani ezzel a játékkal. Igaz, már előző héten csapathattam volna. De hogy hát sok eldáring. Jó. Tehát akkor kezdjük a kovácssal. Szintia, minden oké? Így van, hazaért biztonságba az én Brianem. Ó, és így nekünk adják a Quill and Maddy Spirit Statch-ot, ami egy revolver, a családjuknak a revolvere. És a csávó most már segíteni fog nekünk a fegyverek fejlesztésében. Ez annyiba jobb, hogy gyorsabban lehet vele lőni, és nagyobb a tár. Megnézzük majd, kidobni nem dobjuk ki semmiféleképp. Sem. Megmentettük a Blacksmith-nek az életét, plusz 10 reputáció. Hát nem lehet elengedni az Elderinget, McRae túl jó.
Na. Brian, te nem... Ja, hogy ide kell jönnöm a Forge-hoz. Órokat lehet smeltelni. Ja. Szevasz, vérakarcoló. Vehetünk lovat az istálóban. Jó. Tehát ha ide jövök, 279 dollár? Mennyi van? Mennyink van, srácok? 194. Jó, akkor ahhoz, ehhez még kell küldetés. Ő pedig itt a... Te mit tudsz? Taylor. Oda néz, a Taylort el lehet venni, mizé, íjat. Illetve a puskáimat is eladhattam volna jó pénzért. Ha akartam volna, persze. Szóval a Tayloros és ő ezt tudja. És nyilván kirabolhatom őket, de annak mi értelme lenne. Visszajött az élet a városba. Companion recruitolás. Mercenary recruitolás. Hát ott látom, hogy kettő kis plusz kártya van mellettünk. Ott van, hogy cheater. Bounty Hunter. Steve Cordova. Szerencsés napon van, mert ő csak 100-ba kerül. A legjobb testőr. Nem fogunk talán jobb üzletet ennél. Oké. Okay. David. Aha. Hátra hagytál, tehát a környező városba élt a családja, és amikor elköltöztek, akkor hátra hagyták a nagypapának a naplóját. És csak annyi maradt belőle, úgyhogy meg kéne keresnünk. Hogy a fenében? Hogy a fenében segítenénk neki? Davidnek. Azt mondja... Jó, beszélgetünk mindenkivel. Tehát őt is például... Ja nem, őt lehet csak felbérelni. Beszélgetünk mindenkivel. És akkor lehet, hogy többen leszünk. Monty Clasp. Hallott a gyerekeinkre azok a szemetek. Aha, tehát ő jönne velünk szívesen, Monty. Úgyhogy most már... Itt van velünk. Meg lehet nézni az ő inventoriaikat. Más fegyvert használatnak. El is lehet őket küldeni. El is eshetnek a csatába. El is eshetnek a csatába az embereink. És hogy váltunk vajon? Vagy ők csak így jönnek mellettünk. Aha. Utasítani vajon lehet őket? Aha. Aha. Lehet nekik fegyvert adni. Ah, és itt vannak az ő cuccaik. Sheriff csillag. Lőszer. De ő két csövővel nyomja. Tudni fog így lőni vajon? Valószínűleg ezek... Valószínűleg mi tárolhatunk nála a dolgokat. Oké. Okay. Tehát akkor így... már is van valakink. És vannak kontraktok is.
Too many folk, too little space, azt mondja az emberünk. Lehet venni tőle bandage-eket, meg itt lehet olvasgatni is. Minerva. A hosszú Minerva. 9 dollárért felhíleletem magam. Biztos nem. Itt van egy Nimb Head, ami 200 dollárt ér, és én 50-ére el tudom adni. Biztos, hogy nem. Fegyveres csávó. Devei Zhu. Na, ez az én helyem. Oda nézzetek. Bolt Action-t lehet venni 279-ért. Silver macsétát is. Oké. Okay. Mehetünk, csak be akartam nézni. Az opcionálisat fogjuk megcsinálni. Bounty Board. Kontrakt. Vannak kontraktok. Shrike skillbe akarunk menni. Mert hogy az itt van a szomszédban. Egyébként is odaszól a küldim. Ha minden igaz. Nem tudom, hogy amúgy ez hol van. Igen, 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 oda akarunk menni. Úgyhogy ezt fel is vesszük. Jerry Hernandez. Itt van, hogy mit lehet róluk tudni. Milyen frakcióba tartoznak. Milyen gengjük van, hol látták őket utoljára. Ja, ez egy Western RPG. Így van, Kizu. Elég király amúgy. Elég király. Itt a sheriffünk. Kell a Rally Clerk, hogy megfejtessük az írásukat. Hát most ezzel nem lettünk okosabbak. Post Office-nál hát, ha tud valaki valamit. Lao Tzu Ping. Ez egy elég komoly titkosítás, azt mondja. Tehát, hogy képes arra, hogy dekódolja, de eltarthat egy kis időbe, vagy 300 dollárba. Uh-huh. Nincsen 300 dollárom. Ja, hogy nem. Tehát, hogy és 300 dollárba. Oké, okay, tehát kell 300 dollár, hogy tovább tudjunk haladni, hogy dekódolja nekünk a csávó. De először lovat akarunk, nincsen dekódolás szerintem. Mindegy, menjünk el akkor oda. Oda. Ja, hogy ki kell jönnöm, hogy tovább tudjak menni. Most tudunk travelalni, és akkor oda megyünk. És hát sétálunk, mert nincsen lovunk. Jaj, ne. És ha jól sejtem, a következő fejezetben a karakterváltással a ló eltűnik majd. Szerintem igen, maci fiú. Capture or kill Jerry Hernandez. Király lenne capture-ölni.
Gyere, gyere, jó lesz. Szevasz, Elemfis. Holnap fog megjelenni ez a játék. Ő pont a főnök. Igen, tehát ő pont a főnök volt. Srácok. Miért nincs berakva a fegyverem? De jó amúgy. Ó, treasure map. Azt nézzétek. Milyen jól megy. Hát Monty amúgy eddig sok mindent nem csinált. Iszunk. Mondjuk megsebezni se nagyon sebeztek meg. Itt mi volt? Semmi. Az ablakon is be tudtunk volna jönni. Van-e rajta X a treasure mappon? Nem láttam, úgyhogy lehet átverés lesz így. Milyen gyorsan felkelt itt. Silver nougat. Csináltam egy jó kis melegszendót, megizzadt a sütő a sajt mennyiségtől, amit beleraktam. Ó, ennem. Ennem a melegszendót, coolers. Dolláros koinók. Ó, itt vannak hullák, amiket igazán kiáshatnék, hogyha lenne ásom, de nincsen, eltört. Emberi koponya. Nincs véletlenül ásó, srácok, ha látok ásót, nyugodtan szóljatok. Azok ott koinók? Bizony. Három lockpick kell, hogy itt tovább menjünk. Na szíves. Na, Jerrynél volt jerky. Egy macséta. Ilyen-olyan puska. Istenem, coolers. Jó. Az első épületben mi van?
Értem. Olyan, mint egy Dirt Wolf szerver. Condolences. Itt a napló. Csak csinálunk helyet előtte. Még a piájukat is elvittük. A villa már nem fér. Szóval itt volt a napló, és itt volt a gonosz, akit le kellett vadásznunk. Egy jó ásó jöhetne amúgy, de nem látok egyet sem. Ó. Francba. Én túl sok junkot vettem fel. Ja, akkor hogyha nem a junkból van sok, akkor miből van sok? A mini fegyverből. Dollár coinok. Ja. Meg van fall damage is. Igen, oda meg kulcsok kellenek, ásó meg nincsen. Jó, akkor megyünk tovább. Csak ki kell menni a falu határába. Várjunk csak ezt a templomot, ezt néztük, ha ez egyáltalán templom. Az ablakon is be lehetne jönni. Ez egy nagyon jó hely. A fekete macskák. Ezek a fekete macskáknak a csapata volt. Jó, küldetés megvan, mehetünk vissza. Traveling to Greco. Paparam. Nem tudom amúgy, hogy egy chapter meddig tart. A vérdíj... Vérdíjat elvileg... Hát... Ja, előrébb kell. Ott van a kis piros... pötty. A sheriffnél kell begyűjteni a vérdíjat. Ez tetszett. Jók ezek a vérdíjas küldik. Bár az még jobb lett volna, hogyha élve fogjuk el. Ez nem az. Ja, akkor én arról szeretnék beszélni, hogy... Igen. Dead or Alive. 100-at kaptunk. Kíváncsi lennék, hogyha élve kaptam volna el, akkor mennyit kapunk. Visszajuttatjuk a naplót a csávónak. A csávónak, annak a David Bellnek. $100 adott a naplóért. És ő pedig itt az innkeeper. Válasszak ágyat nyugodtan, hogyha kell, azt mondja. Salon host. Itt lakó. Egy bounty hunter. Olyan, mintha ingyen jönne nekem segíteni.
Harold Thomas, na nézzük csak, te itt Steve Cordova, te ingyen. Full House. Steve Cordova ingyen segít nekünk. Mutasd a felszerelést. Még tonik is van nála. Na, hát akkor még ezzel is lehet bővíteni, srácok. Az inventorinkat. Tehát... A Judithhoz betörtünk. De hát, hogyha mindegyik ágyba fekszenek, akkor én hova fekszek? Valakihez? Valaki mellé? AP és HP töltést csinál nekünk az alvás. Közben az embereink jól megfigyeltek engem, nehogy valami. Az ingyen mindig gyanús? Hát csak nem lesz gond most. Ezzel... Te mit csinálsz? Ő egy árus, tessék. Vedd meg a szemetet. Post office, a post office kell nekünk. Na. Itt 300 pénz. Jó. Haladunk egy kicsit tovább. 2 shipment része a férjünk. A Gallen's Crossinghoz vitték. Vicks polgármester placa. Jó. Ezt el kell mondani a sheriffnek, szerintem. Looks like your husband must have crossed paths with a Mayor Weeks. Best pay a visit. Jó. Gallen's Crossing. Hát senki nincs arra. Aha, pont oda kell menni. Jó, hát akkor kimegyünk a város szélére, és még megcsináljuk ezt a küldit. Már vagyunk, vagy hányan. 17 óra az odaút. Útközben bármi is történhet. Szellemváros a Shrike Skill. Side Adventure. Jó, köszönöm szépen az infót. Money here. Power too. Best tread careful. Jó, tehát beengedtek végül. Röviden, tömören. Tehát meg kell kérdezni a polgit, hogy tud-e valamit a férjünkről. Egy jó kis mészárlás mehetne. Amúgy bemegyünk. Ú, nagyon gyanús ez a polgi amúgy. Igen, látja, hogy bosszút akarok állni, mibe tud segíteni. Tehát ő egyezkedett a Stillwateriekkel. Ezt bevallottam. Talán tud valami információt a férjünkről, mennyit érez nekem. Megfenyegettük a polgit.
Az a helyzet, hogy hiába fenyegettük meg, ezzel nem értünk el semmit, mert azt mondta, hogy itt vannak az emberei. Van egy farm délkeletre, nagyon jó termőfölddel, tökéletes a dohány termesztésére, de nem adják el, tudok ebben neki segíteni. Oké. Okay. Hát most mit lehet tenni? Értitek? Mert igen, a polgármesternek is csak 10 ója van, de sajnos ez nem volt opció, pedig amúgy én adtam volna. Szegények? Milyen opció lesz vajon? Milyen opciónk lesz itt? Ja, nekem is tetszett az új törés. Csak keményen. Hashtag csak keményen. Na, 8. nap. Gyanítom, új vagy itt. Igen, Hideki Saito nem tudja, hogy miért jöttünk mi, mint fejvadászok, és tudja, hogy kiküldött minket. Minél kevesebbet kérdezgetsz, annál jobb lesz. Vannak titkok a pincéjében. Nem bántjuk őket. Jó. Oké. Elmegyünk, srácok. Tehát, hogy ez itt az... Secrets. Basement full of them. Sounds like might pay to dig deeper. Így van. Tehát, hogy nem veszük el most itt a földjüket random embereknek. Durva ez az új Red Dead Redemption? Saito. Jan Saito. Tudom, hogy a tesóm azt szeretné, hogy elmenj, de van egy jobb ötletem. Mit szólnál egy kis munkához? Ilyen fejvadász jellegű. Oké. Okay. Oda néz. Tegyük tönkre a rivális farmereknek a felszereléseit, és fizet érte egy 100-ast. Hát. Hogy ne mehetne? Meg lehet ölni a vezetőjét a riválisoknak, és el is lehet pusztítani a felszereléseiket. Na. Ja, hát itt mindenki ellenséges. Csak mondom. Na, hát akkor mehet a mészárlás. Konkrétan, mit szóltak? Igen, jól láttátok, megöltünk egy kutyát. Oké.
Normális vagy? Szerintem meghalt a főni. Ártatlanok ölése? Nem fogunk ártatlanokat ölni. Vagy most éppen azokat öljük? Valakinek egy HP-ja van. Ajjaj, srácok! Meghalt egy emberünk. Minusz 20-as reputáció. Shit. Üdv mindenkinek, srácok, közben. Hát... ez valószínűleg nem volt egy jó döntés. Sőt, ez nem, hogy valószínűleg nem volt jó döntés, ez biztosan nem volt jó döntés. Tehát, hogy attól, hogy mindenki ellenséges itt ezen a területen, még nem biztos, hogy meg kell őket ölni. Az ártatlanok, meg nem biztos, hogy azok, akik nem támadnak vissza. Tanultunk valamit ebből a misszióból. Ti is tanultatok valamit ebből a misszióból. Szeretek lövöldözni. Hol egy... ja, ott egy hulla. Igazából csak ki kellett volna őket rabolni, vagy tönkretenni a felszereléseiket. Shit. Ahogy észrevettem egyébként, egy a főnök megölése okozta Sandra, szóval valószínűleg Sandra megölése okozta nagy negatív reputációt. Jó, hát végül is megcsináltuk a küldetést, csak nem úgy, ahogy kellett volna. És ez a rész pedig azért piros itt, mert hogy nála van valami? Nem tudom, hogy miért piros ennyire. A csirke? A csirke volt a piros? Nem tudom, itt valami piros volt. Ő meg a haverunk. Hát itt jó, jó lett volna eltemetni. Na mindegy. Szia, Laura. Na, hát na. Basszus. Úristen. Major crime. Minusz 20-as, minusz 5-ös lett a repum. Ez nem ért meg 100 dollárt. Oda a reputáció. Jó, hát igen, kész a küldi, de oda a reputációm, basszus. Francba. Tehát konkrétan teljesen oda a reputációm. Mi helyzet, Laca? Mi újság, Laura? Sziasztok, sziasztok. Aha, átvertük egy dokumentummal. Jó, tehát egy kamu dokumentummal átvertük, és most azt kell csinálni, hogy
a pincébe le kellene mennünk. Nyomunk egy elfötöt, és azt mondjuk, hogy figyelj már, Monty. Monty. Nem lehet neki azt mondani, hogy maradj már itt? Na, te tudsz-e valamit? Joakim. Át kéne adni Joakimnak egy levelet. De az a gond ezzel, hogy ő ezt nem teheti meg, Karl. Mi baj lehet, srácok? Egy szerelmes levelet kell átadnunk Joakimnak. No csak. Csak nem lesz valami kiszemelt, Laura. Jó, hogy jöttem, te mindig érdekes gémeket találsz, és sokat azután szereztem, majd láttam nálad. Ez holnap fog majd megjelenni. Aha, tehát hogy azt hitte Joakim, hogy Karl a pénzét hozta neki. Találkozzunk a szalon mögött. Jó. Red Pine. Igen, meg fognak minket gyilkolászni. Lehet benne újakat törni, így van. Ott mutatják is újak. Egy újabb falvacska. Mario. Veszünk nekik piát $15. Jó. Így van, neki akartuk adni a levelet. Van, tehát olyan problémája van Joakimnek, hogy nem tud olvasni. Mit írnak? Hát, pénzért felolvassuk neki? Nem, nem vagyunk parasztok. Mármint, hogy lehetnék paraszt, de nem leszek. Szaladjatok el együtt. A következő teli holdkor el akarnak szaladni. És adott nekünk egy amulettet. Nézzük, megéri-e. Ne haragudj, de ez nem éri meg. Ilyenem már van. Ja nem. Move more quickly, olyanom még nincsen. Majd jól eladom. Köszönöm szépen. Nagyon rendes voltál, Joakim. Na, tehát akkor küldetés. Igen, ez micsoda? Ja, azt nem csináljuk meg. Opcionális küldetést fogunk csinálni. Kettő kiszemelt is volt már régebben, ők már itt vannak velünk. Szocializálni járok félős kutyusokat. Á, rendes tőled. Tök menő. Tök menő, Laura. Into the Sunset, Karl. Tizedik nap még mindig. És én mindig az opcionális küldetést akarom csinálni. Át akarom nézni a polgármesternek a pincéjét. Polgi, polgi. Hol lehet a polginak a pincéje? Vajon itt? Ő látta, hogy birtokot háborítottunk.
Az a helyzet. És itt. Esetleg itt. Ha. Korrupciós ügyekről akarunk olvasni. Jó, ez legalább nem birtokháborítás. Korrupciós ügyek. Esetleg itt? Nem, itt se, srácok. Pedig ez a terület... Érdekes. 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 Hát itt meg nem lehet beugrani. Itt a loot egyébként. Ki volt ez? Lebuktunk? Pont látták, ahogy loptam. Szerintem akarnak engem. Ő látta. Ő látta. Gyorsan, 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 gyorsan. Hopp. Hopp. Már itt se vagyunk. Aha. Jó. Tehát gyakorlatilag nullára levittük a reputációnkat. Akkor most már meg is ölhetjük az embereiket. Szia. De leszek tartóztatva? Ez gond. Nos, srácok! Ezek nagyon erősek. Ne! Basszus. Basszus. Jó, ezt a küldetést majd később csináljuk meg. De hol lehet a lejárat? Nyomunk egy quick save-et megint. Tehát... Igen. Nem javasolják, hogy tovább menjek. Hát, átfutunk. Figyelmeztettelek! Jó. Az a helyzet, hogy nem látom... Oké. Okay. Tehát akkor most betöltjük a mentésünket. Tehát... Hol lehet a lejárat? Én sehol nem látok... lejáratot a... A pincében.
az a helyzet. Nagyobb lenne ez a plac. De én ide bejövök. Akkor birtok háborítás van. Ezt ellopjuk, és ők nem látták. Így van, nem látták, nem morcosok, tehát akkor tudunk nyomni egy mentést még. Valószínűleg a... Aha. Azt mondta, hogy uff. Bocsi. Jó. Aha. Marion Keen. Vannak öklei és még meg is harap. Mi történt veled? A Stillwater-iek elrabolták és eladták Vix-nek. Ajaj. Alonzo-ról tud valamit? Oda vitték, ahol a jó húsit tartják. Essex Mastot kell megkérdezni. So, fella named Essex Mass knows where to find your sweetheart. Quick Ben's call. Chamberpot. Oda néz. Egy nimf volt srácok a ládájában. Milyen jó már, hogy átnéztem, nem? Kaja. Shotgun shell. Wow. Na. Srácok, megtaláltuk a lejáratot, és elég jó lootok voltak itt. Azt kell, hogy mondjam. Már csak ki kell innen menni. Úgyhogy ne legyen gond. Szerintetek sikerülhet? Rengetegen vannak itt. Nyomunk egy mentést. Elmehetnének onnan. Kinyitottad a celláját és most ott marad? Azt mondta, hogy ő megoldja a menekülést. Úgyhogy emiatt nem kell paráznom. És miért vannak itt ennyien? Ezen az ablakon jó lenne kimenni, de nem tudok. Na. Taka. Jó. Spanunkat nem zavarja, hogy birtok háborításokat nyom. Jó. Quick Band to search Essex Must. Van egy küldink ott meg a Quick Band. És így van, most lehet pénzért is olvasni. Witch. Találkoztunk egy bossival, most meg. Üres ládikó. Hidden. Vagy hogy mondják, hidden.
Hedin. Igen, tudja a nevünket. Elvesztettük a férjünket, igen. Tehát mit csinálsz akkor, hogyha találkozol a nővel, aki rossz dolgot csinálsz? Minden készen áll, hogy bosszút állj, de mielőtt még megtennél, tudnod kell az igazságot, hogy jó oka volt arra, hogy rosszat cselekedjen. Bosszút állunk. Hát a csajszín nem erre számított nyilván, de hát... Ne nyissam ki a ládát. Ennyit kér tőlünk. Jó. Nem nyitjuk ki. Boszorkány arra kér minket, hogy ne nyissuk ki a ládáját, miért nyitnánk ki? Valami átok lesz benne. Nehogy már megmondja, hogy hogyan éljél. Na, tehát most itt vannak, tehát itt most nyomunk egy mentést. Hol a spanunk? Ennyit kellett jönnöm legutóbb is. Á, nem, nem nyitjuk ki. Nice try, patches, igen. Szanon. Sas Joaquim. Ki vagy te? Törődj a magad dolgával. Halló? Lehet, hogy ők itt háborúzni akarnak. Hogyha kijövünk. Hogyha nem akarunk, tehát... ha kihátrálunk az egészből, akkor itt kitör a balhé. Szia, lovacska! Narrátor, de a láda mégis kinyílt magától, nyilván. Mark Wood. Ki lehet hívni őket ökölpárbajra? Ja, én eddig nem harcoltam. Menj már onnan. Megjött a sheriff. Ők voltak. Na ez, megmondom őszintén, srácok, nekem jobban tetszett. És szerencsére a sheriff nem szólt be, amiért az óra előtt lootoltam ki a banditákokat. Jaj. Basszus, ezt csak a földre dobtam ki. Jó, de hol van Joaquim? Azt mutatja a játék, hogy fölment.
Joachim, te mit csinálsz ott? Te mindvégig itt voltál amúgy? Nem, nem itt volt. Tehát most mentünk egyet. Nem lehet menteni. Fú. Így van, Bounty Hunter nem ad ingyen szolgálatot. 25 dollárt adott. Na, srácok, kiderült, ha odaadjuk, akkor igazából ad amulettet is, meg pénzt is, de én egy kedves Bounty Hunter vagyok. Ezért most fizetünk is. Most, hogy már megnézegettük ezeket a szkenáriókat, meghívtuk őket egy sörre. Joachim, te pedig megkapod a szövegedet. Legrosszabb végjátszás, ugye, lehet mondani. Üdv mindenkinek közben. Halló, halló. Se pénz, se bunyó. Na, ezt a küldetést még megcsináljuk, jó? És akkor utána eldering. Ring, ring, Elden Ring. Harry Sanchez. Így van, Joachim elmenekült. Amint, hogy elmentek Harryvel. Hát én ennek örülök. És mi ez a hely? Itt valami párbaj van. Creative problem solving. Még a key story karaktereket is meg lehet ölni. Valószínűleg amúgy én meg is öltem. Lehetne inkább Tarkó? Atyhagy lovácska. Fig band for Essex. Francis Mitchell. Ő egy Stillwater-i ranger volt. Városban vagyunk, úgyhogy el kéne adni a cuccokat. Lost Ark. Szia, Reni. Jó kis Lost Ark, mert nem? Te vagy itt az Innkeeper. Hojang. Alonso. Nem mondott semmit Alonzóról. Mennék vele, csak ne kelljen már kardozós rohangálósat nézni. Lovácska. Sheriff. Ez nem érdekel minket. Jézusom, Reni, ennyire ráfügtél a Lost Ark? Jó kis Lost Ark. Aha, a duellezni szeretnénk, akkor előjön a helyi Stillwater-i főnök. Eladjuk a szemetet.
Aha, tehát a kötélen meg lehetne mászni dolgokat, illetve le lehetne mászni helyekre. És lehetne tőle venni ilyen pörkös cuccot, pörkös pörköt. Egyértelmű, hogy lopunk. Na, mehetne a duelezés. Aha, 10 dollárért ad információt. A bartender tud valamit. Quick band. Town headquarter. Hogyan kezdjünk el duelezni 5 dollár? Kimberly. Pókerezik a sheriff office-jába, az irodájába. Oké. Okay. Valami személyessel meg kell bántani őt. Inzultálni kell. Jött, aki jött a Lost Ark, nem indítottam olyan másik játékot a gépen. Hát ilyen ez a Lost Ark, srácok. Na, akkor te vagy az, ugye? Kimberly! Akkor ez nem a sheriff irodája, srácok. Sheriff? De ez az, nem sheriff. Pár napja a flipper játékokkal szórakozol? Nekem is nagyon bejött az Epic ingyenes miatt, bár nem indítottam el flippert. De nyomnám amúgy. Ott egy hulla, nézzétek csak. És oda hogy? Azt meg kell másznunk, srácok. Ide kell a kötél. A kötelet kézbe lehet venni? Nem. Hogy lehet szerintetek oda felmenni? Amióta be lehet jutni várakozás nélkül a szerverekre, már nem érdekel. Édes Istenem. Lisa Cox. Mi van ott bent? Jó, akkor Alonso. Talán Alonso bent van, talán nem. Valahogy máshogy be lehet jutni? Ablak? Rácsos ablak? Oda nézzetek. Konkrétan... Tűha! Azt tesz miért? Mármint hogy értem, hogy miért, de hogy így... Főnök úr? Még a felbérelhető emberek is rám támadtak. Nyomjad neki, tess, nyomjad. De ne csak én csináljak mindent amúgy. Na. El lehet bújni az objektek mögött, igen. Na itt van Kimberly. Oké, okay, azt szétszedjük, azt is szétszedjük.
Ja, még van egy a házban. Csak először lootolunk. Mindenkinek van kulcsa. Milyen jól megy. Az a helyzet. Megint sok fegyverünk van. Ez a copper, nem? Akkor melyiket szereztük? Aha, tehát gyakorlatilag ugyanolyannya volt, mint nekem. Szét is szedjük. Négy bulletért szedtük szét. Az a kedvenc fegyverünk volt. Semmi gond, srácok. Szétszedtük az eredeti fegyverünket. Aminek csupán eszmei értéke volt. Most éppen behatoltunk. És látták, ahogy behatoltunk. És itt egy rab. Tyűha! Ő volt a kapitány, Csiókszié. Durván nyomta ezzel a sotival. Ez olyan, mint elengedni a starter pokédat, miután fogtál egy erősebbet. Hát igen, én nem akartam. Eskü nem akartam ilyet csinálni. Itt van valahol egy szép. Ez nem az akkor. Az almás pitét azért megesszük. Piát elvisszük. Itt egy kulcs. Bank vault key. Shelby Cross. Bank vault key. Ja, hogy ez volt a bank, ehhez kellett a bank vault key. Essex Must. Azt mondták azért, hogy én valamikor korábban fejvadász voltam, de nem akart hinni. Alefnek hívják. Ja nem, Alefet keresi, igen. És kitalálta, hogy a férjünket keressük, így van. Igen, tehát a Stillwateriek etetik emberekkel a sziréneket. Ez nem meglepő. Mert erről már hallottunk. Shepherd Mountainshez mentek, a Big Gulch Mindhoz. Jó. Mi lehet ez a band? Mi lehet ez a ja, hogy megbélyegeztek minket. Tehát megbillogoztak minket az elején, és azt kérdezte, hogy hogyan szereztük. És valaki csengetett. Pillanat, srácok.
Haló? Így. Jaj. Jött a futár. Most tényleg hozzám. És tudjátok, mit kaptam? Hát egy kicsit, hát hogy is mondjam, egy kicsit elkésett a dolog, de végül is megjött. Melyik az a gomba, amit meg kell nyomnom? Ez az. Várjátok. igen. Emlékeztek, hogy nekem volt régen HyperX Cloud 2-m? A srácok, ez egy HyperX Cloud 2-es füles, de olyan, hogy itt az oldalán ilyen Dying Light-os logó van. Ezen az oldalán vagy ezen? Ezen van. Dying Light-os logó. Ami tök menő. Ezt amúgy a kiadó küldte. Csak hogy így olyan csomagban volt benne, hogy így az volt ráírva, hogy Janternek. Ez volt ráírva. És... azt hittem, hogy valami huncutság van benne, hogy mit tudom én, beleszartak a dobozba. Tehát, hogy olyan dobozba jött, hogy így a füles doboza az nincsen, hanem ilyen ilyen fura dobozba volt. Szóval nem akartam elhinni, hogy ebben valami olyan dolog van, ami tényleg nekem jött. Amúgy tök menő, tök király, meg tehát, hogy ezzel a füléssel abszolút nincsen gond. Mármint amit kaptam. Tehát, hogy ez még mindig fullos. Beleszartak a dobozba, vagy Dying Light 2, mi a különbség? Az a kika! Ez gonosz! Olyan gonoszak vagytok. Na de majd, ha Istognak megmutatom, ő legalább értékelni fogja. Ő majd értékelni fogja, sőt azt is mondja, hogy mikor dedikálom neki. Igen. Oké, tehát, hogy ő az egyetlen ember, aki... Igen, tehát, hogy nem fog minket megölni. Tehát, hogy ő segít nekünk abban, hogy mi ez a jel. Wanderer Magic. Most a szívemben hasított a fájdalom, én szeretem a Dying Light 2-t, pláne mióta megvan az RTX 2070-es GPU, és Ray Tracinget tudom tolni, amúgy meg nekem is HyperX Cloud 2 fülese van. Abszolút rendben van, Gab, abszolút rendben van. Én is nagyon sokáig azt használtam. Az Asus-os együttműködés keretein belül váltottam Fusion 500-ra. Essex szeretné megnézni a tetoválást. Egy pillanat, srácok, csak Kalácska be van badulva. Na, itt vagyok. Tegnap vettem egy elektromos zongorát, és ahhoz szeretnék venni egy Sennheiser fülest. Azokat nem vágom, srácok. Megnézheti. Amúgy megnézheti a tetoválásomat. Advanced Runecraft. That Essex fella proved useful after all. Big Gulch mine. Hope your horse is saddled up. Huh. Wow.
Hát én nem gondoltam volna, hogy a karakterünknek ilyen kultista dolgokhoz van köze. És most kéne tovább menni a bányába. Wow. Hát ez durva. Nem tudom, hogy milyen hosszú egyébként a Bounty Hunternek a küldje. De amúgy eddig elég szimpatikus a játék, nem? Tehát, hogy így... főleg nagyrészt a főküldetést csináltuk. Mellékküldetésekbe is belenéztünk. És amúgy elég király. Ez elég király. Tényleg engem ez legfőképp a Robin Hood Legend of Sherwoodra emlékeztet. És voltak kommandoszok is, amit így mondtatok. Azokkal is játszottam, de arról már ködös az emlékem. Meg itt olyan fura, hogy nem lehet annyira irányítani az emberünket. Tehát, hogy azt tudom neki mondani, hogy menjél már el, mutasd a cuccaidat, adok neked ilyet, harcolj puszta kézzel. Tehát, hogy nem lehet neki azt mondani, hogy például, hogy várjál, vagy hogy utasítom, hogy menj oda. Menj ide, menj oda, vagy hogy átváltani rá, hogy őt irányítsam. Úgyhogy, srácok, teljesen rendben van ez a Weird West egyelőre, és később csak még betegebb lesz. Ha emlékeztek, hogy mit mondtam az elején, hogy milyen chapterök vannak, hogy kikkel lehet majd játszani. Ezek alapján, aki szereti az ilyen jellegű játékokat, hogy karaktert irányít, dönthet arról, hogy lopakodik, vagy éppen öl, vagy éppen trükkös megoldásokhoz folyamodik, és bejön neki ez a történet, annak mindenféleképpen ajánlom. Arról nem is beszélve, hogy benne lesz a Game Pass-be. Úgyhogy jó szórakozást hozzá holnaptól, 31-től.